Szép jó reggelt, itt a forduló első napja, és rakjuk össze a limitet. Kicsit álmosan. Kicsit álmosan, előttök. Még azt sem tudom, hogy merre vagyok arcelén se. Rakjuk össze itt a reggeli kajákat. Ebben is még van Józsi. Ma van. Mennyi keletek? Jó reggel! Csörögnek a vödrök? Ja. Józsi, te miért kész? Miért? Mi? Miért csinálsz? Klasszik. Klasszik uni. Kettes klasszik. Uni. Uni. Ebből kérsz a klasszik? Aha. Ez van még Martinnál is úgy. Van. Adjunk enni a halacskát. Muszáj. Én is mindjárt aktívkodok benne egy kicsit. Veszed? Jó. Milyen vakenyér a végén, mint beúz egy. Még beúz egyet a végén. Igen. Igen, igen, igen. Szerencsém volt. Nem? Vakegérnek. Fölötte lett volna, elvágta volna egyből a zsinóromat. Hát már nem is tudom, hogy izé. Hármas is húzza a gyereket a túloldalt. De mondjuk azért felülünk neki, hogy itt is húz a Józsi. Meg előlegezem a Józsinak ezt az egyet, beírja. Várj ki a véget. Nem, beírom, én fajok, én fajok. Ja, persze. Nem arról van szó. Babonából nem szabad. Tudod, ma bejöbb azt a merítőt, bazd meg. Van még ott nyél. Nem? De. De. Még a szél sem fogja elvinni, értem. Gyerünk, ezt tartál. Jó, megelőlegeztem neked. Hogy ne kapkodjál. Éri, megy a feltöltés? Megy, már megy, ez meg. Wow! Mennyi ez? 35 kiló? 34.175. Ne vidd arrébb, Józsi! Ne? Hát beállítottak
Ja, de hát ott akarják mérni. Kettő közt mérünk. Egyszerre kettő. Hát az egyértelmű. Akkor nem érhetjük egybe kettőt. Persze. Tehát akkor nincs ebbe, amit te 20 kiló. Ez biztonsági képszákos. 60 kilót tudom érlegni. Nem azért mondtam. Aha, jó, csak az én túl nem érhetjük. Jó lenne, azt mondják, hogy elrólni. Enne úgy, mert ez a te. Szigorúan. Hát eddig egyes vagy, mert ott 20 kiló, 20 kiló, mert 2 kiló. Nekem meg lesz a botom, én innen tekerzem, akkor jöhetek. Na, nyertél. Egy szákon csak? Kettő van, de abban nincs. Igen. Mennyi lett ki Marci? 3-as helyet, a Józsinak meg egy kiemelt 2-es helyet. A szokásos egymás melletti ücsörgés elindult, ahogy hiányozottak egymásnak. Ráadásul a gyengébbik oldalon. Sárosak. Ez délutánra beigazolódott. Hát gyenge oldalon. Igen, hát végülis a helyzethez képest egyébként jól fogtunk. Elvéreztünk. Még holnap van egy kis lehetőség, de hát ahhoz azért kell fortuna is. Igen, tehát egyeseket kellene holnap becázni. És a többieknek meg mindig gyengébbek. Akik ma jól becáztak, azoknak holnap meg gyengébbek. Hát amilyen szerencsénk van, valószínűleg holnap is tudod oldalon próbálkozni. Hát majd egymás felett tudunk holnap is. Gondolkodtunk, hogy legyen belőle videó, de hát lesz belőle videó, ha belőttünk, ha nem, legalább tanulságos mindenki számára. Amúgy a peca megvan. Megvan. Ott ennyi hamar. Egy tetőanyag. Megvan, csalik megvannak, távokat is tudjuk ismerni, másokszor voltunk benne. Hát sajnos ennyi jó hangot előttünk. Két-két havon ment el csak. Egába is forgáztunk majdnem kilóra is. Most sajnos összemakadtunk egyszer, és szabályosan visszaengedtük. Ahogy ez nem nagy például legyen érve, fáj, de hát. Martin 13 kiló lett, nekem 12. Dr. Flédi, adnak. Azt meg. Az a sok jövendő. Kérjétek-e palacsintán? Meg ahogy mondtuk is, hogy az az oldatlék is majdnem megvan. Hát igen. Szél, ott 2-3 voltunk, de hát mit mondjuk, azért direkt. A keret szektorok ugye azok nem segítettek. Azok nem, azért direkt nem kapunk.
Ha megkovart lehet szépíteni. Mondjuk előnyös, ha túloldalra húznánk, vagy húznának, mert ugye nem néz, mert mi? Majd már, de nem van a terület. Mikor azért sokan megrökönyöttek ezzel, hogy ugye már volt, amikor erről az oldalról vitték a meccset. Igen, ez már vicc kategória. Igen, de nagyon sokan már ezen röhögtek, hogy ez nekünk ez hogy meg, hogy mindig. De nem, hogy tényleg, hogy mindig. Ja, közben ugye valamelyik is becsatlakoztak a videóba. Hát tényleg Zsolt is le volt, de hát ő már megpartott haza, mert ezt építkezés beugnak. Ja, Zsolt, igen, elvittem ugye sapkámat, csak szólok. A piros. A piros sapkámat elvittem. Mert mire azt mondod, hogy olyan fél nem gépödőre. Hát ja, most elfogyasztunk egy vacsorát, aztán holnap újult erővel még egyszer nekifutunk. Ennek már nem, ez a kábé már megfőtt. Meg a falnak. Meg a falnak is. Hát csak nem lesz olyan szerencsének, hogy holnap is egymás felé kerülünk. Az már valami, akkor tényleg bemegyek ezt fel a 50 000 lottót. Kidobnál azt a pénzt is. Lehet. Jó, hát akkor holnap. A szerencsére azért ne lottozzá. Két darab ötös van, az egyik a térde, a másik a jövőségére. Amúgy lehet, hogy nem osztanál, de a milliárdot. De aztán lehet, hogy egyszer nyerték ezt, hogy... Úgy nem lenne. Hány felőszertet a milliárdot? Kettő. Nem ért csak kettő. Rosszatok már nekünk is. Adok belőle. Valami is. Vagy testvérünk is. Hívnak, jól csinál. Ott van a csörgő. Nem is csak elkezdődött. Ne. Halló. Jött egy-egy. Ne ott volt a hal. Kész. Egy-egy. És utána. Ez jó, majd egy napi teljesítményhez. Eszünk egy vizumot. Megtették, elsőnök, mindeket olyan csokat. Megérdemeljük, nem van? Meg, megdolgoztunk, értem. Végül is megdolgoztunk, megdolgoztunk. Ez a második, meg az fél percen megrövődtek rajta. Bedobta és jó van. Hát most már kinek át kerülünk. Na, eljöttünk, meg volt a húzás. A mai húzás. Úgy indult a projekt, hogy elmentünk a május 1-én a zárt Lidl-t megnézni. Így most itt reggeliztünk, így nem élőben néztük a sorsolást, nem live-ban, hanem élő live-ban néztük itt a sorsolást. Én már megkajáltam, Tomi meg Tomi a búráját. Nekem sikerült, tényleg jó helyet, tehát Józsi az bomba helyen ül, az kérlek szépen az... Ez 29-es a Lipák András helye, Katona József, 4-es. 4-es. Felviszem ezt. Varga Olivér. Ott mellette egyel, szemben a Hankó Zoli ül, mert ő viszonylag jó helyen ült át egy szektorba. Én meg a 21-es helyen egy ilyen jó, közepes hely. Megoldható. Meglássuk. Mi megmozítunk. Meglássuk. Titeket keres mindenkit, meg itt elvettek. Mi? Engem keres? Gáspár. Mellette dől. Mellette dől a Gáspár. Én 9-esen, ha? Ő meg 2-esen. Mindegy. Ahol Zsolt nyújt. 7-esen. Ott ül a... Vagy én ültem a 7-esen? Nem, Zsolt nyújt a 7-esen. Én 6-osan ültem. Ott ül a Gáspár? Igen. Az jó hely. Onnan elveri őket azt szerintem. Kemény hely. Nem, hogy ott van hal, akkor elveri őket. Lehet, hogy még a szélét is. Szerintem megküld. Én a második vagyok? Nagyon hallgat. Náttól a második, nem? Az a 9-es. 9-es. Nagyon rá vagyok erre 7-esre, valami érizővel. Harmadik? Meg kell csinálni, Zoli. Onnan a negyedik vagyok. Innen indul. Igen, onnan. 11. Jó, igen. Aha. Egész napos mozifilmet.
persze, néha egy-egy farról halak. Kedvedél magasra, csirekom a kopszat tartok. Tessék. Megcsinálok a Pulp Fiction 2-t. Pulp Fiction 2. Jó lesz ez. Ha nem volt nyúl, amit el tudott ütni az út közben. Igen? Oh. Nem akar kiúrálni semmi. De bottyáim össze vannak húzva. Uh-huh. Egyet veszek, még kell kopuszba rövidezni. Sajnos a első napi szerencsétlen sorsolás megbélyegezte ezt a selejtezőt, nem vagyunk elkeseredve, horgáztunk azért egy jót, jövőre újra nekivágunk, örülünk, hogy megnéztétek.